Ingatlan hírekről nap mint nap olvasunk, a legtöbbször az emelkedő árakról lehet hallani. A következő percekben a nyíregyházi lakáspiacról beszélgetünk Sereginé Jánvári Enikővel, az Otthoncentrum irodavezetőjével. Köszöntöm a stúdióban, Enikő. Köszönöm a meghívást. Hát valóban mindig emelkedő ingatlan árakról hallhatunk, ez fedi a valóságot? Valóban így van, az elmúlt közel két év, ez arról szólt, hogy a válság után elindult az ingatlanpiac, ezzel együtt az ingatlanárak is szépen kúsznak felfelé, és még nem mondhatjuk azt, hogy megálltak ezek az árak. Tehát az elemzők azt jósolják, vagy azt látják, hogy ez még egy másfél-két évig valószínűleg emelkedni fog tovább is, tehát még nem értük el az árak csúcsát. Amikor az ingatlanpiacról beszélünk Magyarországon, akkor elképzelhető-e az, hogy mondjuk olyan óriási, nagy vagy legalábbis jelentős különbségek legyenek mondjuk a nyíregyházi ingatlanpiac tekintetében, vagy mondjuk egy dél-dunántúli megye tekintetében? Természetesen ez abszolút elképzelhető, nem is elképzelhető, ez a valóság. Tehát egy ingatlannak mindig az egyes számú paramétere az, hogy hol van. És egy dunántúli, akármilyen településen is azért másabb ingatlan árak vannak, mint egy hasonló Szabolcs megyei településen. És Nyíregyháza ingatlan árai növekedtek azért nagyobb mértékben, mint sok egyéb nagyváros az országban, de azért még van hova, tehát még azért még a debreceni árakat sem értük el igazából, például ami itt van a közelben. De maga a folyamat az országos érvényű, tehát abban mi is ugyanúgy beletartozunk, mint az ország más megyei területei. Meddig emelkedhetnek ezek az árak? És most milyenek a négyzetméter árak? Hát ez teljesen változó. Egy használt társasházi lakásnak az árai most az elemzések alapján az idei évet vizsgálva egy olyan 320 ezer forinttól indulnak ezek az árak, és egy olyan 380 körül. Tehát ez az átlagártólig. Ettől van kiugró, tehát magasabb is lehet, ha egy olyan állapotú ingatlanról beszélünk, de akár alacsonyabb is. Nyilván az új építésű társasházi lakások az teljesen más árkategória, ott 400 ezer forint alatt nincs egyáltalán miről beszélni, és akkor ez megint a 400-tól 470-80-ig is akár felmegy bizonyos ingatlanoknál, attól függ, hogy helyileg hol van, és újra a helynél vagyunk, tehát hogy hol van ez a bizonyos ingatlan. Családi házak tekintetében ez kicsit másabb. Ott azért alacsonyabb négyzetméter árakról beszélünk, akár új építésnél, akár használt ingatlannál. Használt ingatlanoknál egy olyan 280-300 ezer forintos négyzetméter ár az, ami úgy átlagosan kimutatható. Új építésűeknél ez is, hát a 400 ezer forintot nem éri el, de 350 ezer forint magasságáig beszélhetünk róla. Mennyire keresik a családi házakat? Mennyire vannak előtérben? Hát nyilvánvalóan a lakáspiac, az ingatlan, a társasházi lakások piaca az, ami magasabb forgalmat tudunk mi is bonyolítani, de a családi házak ugyanúgy kellenek, mert az emberek élethelyzetéből adódóan, tehát hogyha bővül a család, vagy kisgyerek születik, és szeretnének kertes házba menni, tehát ez mindig a családok élethelyzetétől függ. Tehát olyan nem nagyon tapasztaltunk még a válság idején sem, hogy családi házat ne akarjon senki venni, mert ez az emberek életéhez hozzátartozik, hogy szeretnének változtatni, zöldbe költözni, nagyobbba költözni, egyáltalán udvart, bármi, most ugye sokan gazdálkodnak, és kezdenek egy picit, ha csak a saját igényeik vagy szükségleteiknek megfelelően is, de szeretnének kertben dolgozni, és akkor emiatt családi házat is keresik. Lehet arra egyértelműen válaszolni arra a kérdésre, hogy akik ingatlant szeretnének vásárolni, többen vannak-e azok, akik új építésűt szeretnének, vagy többen vannak azok, akik használt lakásokat keresnek inkább? Hát így számszakilag igazából nagyon gátat szab ennek, hogy tehát jóval több használt lakás van a piacon, és használt ingatlan, mint új építésű. Tehát az új építésűek azért itt Nyíregyházán nem olyan őrült dömping nem indult ezzel kapcsolatban, mint mondjuk Budapesten, vagy akár Debrecenben is sokkal-sokkal több új építésű társasházi lakás van.
itt, amik vannak, azok relatív hamar elkelnek, de tehát be van korlátozva az építendő darabszámhoz igazodva. De mindenki el tudja adni az új építésű ingatlanát minden építési vállalkozó vagy építtető. Hát gondolom, mert akár már az építési folyamat közben. Persze, hát sőt, van úgy, hogy a tervező asztalról vesznek meg, tehát még egy kapavágás nem történt, de már az elkelt az ingatlan, majd le van foglalózva. Hát érdekesen nehéz vagy izgalmas időszakon van túl azért az ingatlanpiac is, ha az elmúlt esztendőkre visszatekintünk, illetve hát a lakáshitelekre. Ebből a szempontból mit lehet elmondani? Milyen jellegű, milyen irányú változásokat lehetett érzékelni? Megugrott a hitelezés is. Nagyban hozzájárult ehhez a CSOK, tehát a családok otthonteremtési kedvezménye, ami ugye az új építésű ingatlanoknál a 10+10-es, úgynevezett 10+10-es hitel lehetőséget, hitelkonstrukciót takarja, de a használt ingatlanoknál is. És ez a CSOK sok mindenkinél az önerőt jelenti. Kisebb értékű ingatlanoknál, 4-5 milliós ingatlannál a két gyerekre járó csok az bőven elég ahhoz, hogy neki ne kelljen még saját pénzt beletolni, és mellé még a hitelt felveszi, és van egy saját ingatlana. Kísértékű ugyan, de saját. A vásárlók összességében tekintve milyen arányban vannak azok, akik mennek vagy terveznek hitelt felvenni? Hát egyre nagyobb arányban. Tehát bőven 50% fölött van. Tehát első körben mindenki próbálja azt, hogy nem a teljes önerejét felhasználni. Egy ingatlanvásárláskor, még ha csak keveset is, de hitelt szeretne. De nagyon sok olyan ügyfelünk van, aki amennyit csak lehet, az utolsó fillérig szeretné hitelből megoldani, minél kevesebb önerő legyen, és nagyon jók most a hitelkonstrukciók egyébként, rég nem látott, tehát évekkel ezelőtt dupla ennyi volt a hitelkamat, most azért 4-5%, sőt már 4% alatti kamaton is lehet hitelt felvenni, ami azért eléggé buzdítja az embereket arra, hogy hitelt vegyenek fel, és ezeket most be lehet fixálni. Ugye vannak fix 5-10, akár 20 évre felvehető hitelek. És akkor kicsi megnyugvás az embereknek, hogy tudják azt, hogy ez bármi történjék is, az ő hitele és a fizetési kötelezettsége nem fog változni abban az adott időszakban. Hogyne. Mennyire konkrét tervekkel, mennyire letisztult szempontok alapján keresnek ingatlant a vásárlók? Hát ugye a vásárlók emberek. Van, akinek vannak konkrét tervei, van, aki elképzelt valamit, és aztán szembesül a valósággal, hogy ez nem egészen úgy van. Teljesen változó, tényleg van, aki határozottan tudja, mit szeretne, ismeri a piacot, tudja, hogy az az igény az valós-e vagy sem, amit ő szeretne, de eznek az ellentéte is igaz, hogy megszületett egy álom a fejében, és körül nem nézett még a piacon, és csodálkozik, hogy miért nem talál olyat, amit ő a fejében elképzelt, mert nem a valóság. Tehát ilyen is, olyan is létezik. Akkor itt az önök segítségére ilyen szempontból nagyon nagy szükség van. Körülbelül hány olyan alap szempont lehet, aminek a figyelembevétele után azért már ki lehet választani egy megfelelő ingatlant, akár lakást, akár családi házat a családok számára? Hát ugye beszéltünk a helyről, de ezt annyira elsődlegesnek mégsem mondanám, mert nagyon sok olyan ügyfél van, hogy eldönti, hogy ő csak belvárosban szeretne vásárolni, aztán mited Isten a Józsavárosban találja meg az álmai otthonát, tehát a hely az egy kicsit rugalmasabban kezelhető, de ugye van kötött dolog, hogy szobaszám, nézetméter, felújítottság, hogy van-e ideje, pénze arra, hogy felújítson valamit, vagy pedig szeretne beköltözni egy kész lakásba. Esetleg az, hogy emelet, vagy mennyire kisgyerekesek, ugye nehezebben indulnak el emeletre, ha nincs lift, nyilvánvalóan idősebbek is úgy szintén. Fűtés, komfort, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami alapján körülnéznek. Mi elmondjuk, hogy ha ezt hozzátesszük, akkor mennyivel bővül ki az ingatlanok száma, mit tudunk még ajánlani neki mellé. Tehát nagyon sok apróság is van, van akinek az égtáj nagyon fontos, hogy a nappalia csak keletre nézhet, és akkor olyat keresünk. De ugye mi rendszereink ezeket tudják, ezért nagy segítség az, hogy nem kell végig vadászkodni egyesével, hanem meg tudjuk mondani, hogy akkor tessék, itt van ez a lista, ebből tudunk dolgozni.
Enikő, köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és elmondta ezeket az információkat.